kértünk két tányért. Az tőletek kell kérni, vagy a konyháról? Szerintem tőletek kellene. Én csak elmegyek, és hozok két tányért. Jó. Na meg a fogra, a szemét, aki össze van fogva, hogy aztán visszavigyük, de azt mondom, azt fogod megenni. Tehát hova vinni? Jó. Igen, tehát ebbe fogjuk majd beletenni. Igen. És akkor, hogyha viszont remélem ezt tesszük is tépni. Le. Yeah. Na, akkor le is tépheted, én megfogom, úgy. Azaz, jó, tehát kinyílt a kancsó, igen, és akkor ebbe fogunk vizet, vagyis tejet önteni, és egy nagyon pici vizet majd azért öntünk bele, de csak éppen egy nagyon picit. Tomikám, nyugodtan legalább félig. Jó? Jó, óvatosan, igen. Megfogom. Jó. Na, jó. Olyan rossz idő van, nagyon hideg van, igen, és akkor... Aha. Ez nem jó. Jó. Aha. Súzza a görcs. Az nem jó. Aha. Bocsánat, akkor így fogom, jó? Nem baj, segítek. Nem van most. Így jó körülbelül, és akkor azt mondjuk, csak egy kb. A fele, jó? Fele? És egy picike vizet is tettünk bele, jó? Egy nagyon kicsike vizet. Jó. De csak azért, állítólag ezt az anyukám mondta, hogy kell vele egy kis víz. Na hát majd meglátjuk. Jó. Csak épp egy kérdés. Miért? Nem tudjuk. Nem tudom miért. Ez az ő szokása, hogy egy kis sót, nagyon kicsit, megfordítod úgy. Na? Jó. Szerintem annyi elég bele. Aha. Jó.
és akkor kell beletenni egy kanál cukrot, jó? Nem csináljuk olyan nagyon édesre, jó? Nem legyen. Majd aztán kakaós cukrot teszel a tetejére, vigyázzuk, amikor, bocsánat. Talán hát, ha itt találunk valami kanalat, ha kicsi kanal, az jó lesz. Jaj, ez az, amit itt hagytunk, ez a mi kanalunk. Így van. De ott hány? Itt hagy? Igen. Egy. Úgy. Hát itt pont jó lesz. Várjál, oda visszük, hogy ne szóródjon el. Jó. Azaz. Nagyon jó. 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 Akkor ez már megvan. És akkor el majd cukor, és jön bele a múzadara. Várjál. Jó. Hát ebből legalább vagy négyet tegyél bele. Na. Igen, majd ott fölött is ügyesen, hogy ne szólod, hogy ne szólod, mellé úr. Egy. Igen. Kettő, igen. Három. Na, lehet pedig is. Majd meglátjuk, elkeverjük, és meglátjuk, kevert el, meglátjuk, hogy milyen. Lehet pedig. Na, úgy tűnik elég lesz. Ha nem, akkor még egyet beletesszük, jó? Ha. Jó, és akkor most már bekapcsolhatod. Jó, és akkor aztán majd lehet kezdeni. Úgy. Nézd meg, látod, jelzi, ha bekapcsoltad. Jó? Hát úgy jó. Majd látjuk, hogy. Megnézhetem, megengeded? Bocsánat, csak így, hogy... Úgy nézd, szerintem kell még bele, még egy kanállal nyugodtan, tehát négy, maradunk a négynél, nem térünk el. Egy kanál cukor, négy kanál dara, és fél liter fel. Jó. Oké? Úgy. Jó, azaz nagyon ügyesen, és el kell kellene, hogy itt szinten. Aha. Mondja, amai. Tessék? Amam, tud. Anyukád is? Nem, amma szüt. Volt szó, amma... Amma szüt. Alma? A szüt. Jó, mondtam. Na, az volt az, megvan. Jó, van alma, jövő héten süthetünk almát, bundással már. Jó. Mert az lehet így, és ott az olaj. Nagyszerű. Jó. Akkor a tejbe kritzett most, és jövő héten meg a bundással. Jó. Mert szerintem ez így neked érdekesebb, nem így, hogy jó, fejtünk egy kis fejtünk is, ha marad idő, de ugye, hogy ez mennyivel érdekes? Igen. Majd fogom egy kicsit, jó? Képviselj le ebben. Jó? Nagyon szuper, igen, jó lesz. Ha kell még egy kicsit grízetfér, még tettünk hozzá. De azért azt gondoltam, hogy ebbe pont bele fog férni, mert olyan sokat nem tud, mert kettőt kell. Ezt meg majd megisztod. Ez meg lehet holnap is. Te nem te? Most? Tessék? Most nem te? Most nem. Van otthon, igen, de otthon csak egy kevés volt, és az annyi elég. De mondom, azt nem hozom el, mert az kevés. És azért vettem így, mondom, ez lesz így jobb. Na, nézzük meg, hogy mennyire melegít. Ez jó lesz. Tét mikor lesz? Tessék? Tét mikor lesz? Mikor lesz kész? Hát figyelj, fel kell forjon először is, és akkor már látjuk, hogy fog sűrűsödni. Jó? És akkor szépen ide besorjázzuk, leszórjuk kakaós cukorral. Kakaóval és cukorral, és akkor úgy képes. Úgy a fahajat nem hoztam, szereted a fahajat? Mi? Fahéjat. Majd a bundással már az lesz, jó fahéj? Jó. És jó, mert lesz egy ilyen alma kiszúrót, úgyhogy nem fogod tudni puccolni, mert mindennek tudsz csinálni. Nagyon jó lesz. Gyakorolhatod, hogy hogyan kell a dalmát puccolni, meg hogyan kell úgy kivenni a belsejét. Yes.
Jó? Nagyon jó, nagyon jó. Jó lesz, jó lesz. Majd egy kicsit, most be kell az egy picit, hogy nézzük meg, hogy, hogy igen, hogy egy kicsit a kezdetben, hogy már elzsíp adjon. Ez a meleg pofogy. Jó, meleg. Felállt, viszelünk. Jaj. Hogy teszem be fa. Szép. Jó lesz ez, ó, nagyon jó lesz, jó lesz, jó lesz. Igen, talán csak majd azért kell, hogy nehogy leragadjon, mert hogy aha, ennek de... a zajja, tudod, ilyen, csak. Nem is tesszük erősebbre, mert akkor le fog ragadni, úgyhogy kaharni kell becsülettel, mert nehogy leragadjon. Lehet állóként tenni a kisebbik rés esetleg, mert... Most már jó lesz. Csak hogy ne ragadjon le. Tehát azt figyelsz, hogy az alján érzed, ugye, hogy... nincsen, és akkor úgy kell kavarni, hogy ne legyen a alján olyan rárakódás, mert akkor az... Igen, a négett ízű lesz, az nem lesz, kozmás ízű lesz. Talán meg lesz az hamar, mert már látszik, hogy forr a víz, vagy a mindjárt forr a tej, és akkor ahogy... for, akkor kezd majd sűrűsödni. Jó? Szerintem jó. Reméljük. Sőt! Igen, sőt, nem tudom. Én csak majd ezt egy kicsit így, azért csak kevergess. Arra vagyok kíváncsi. Jó íze van, édes. Hú, még nagyon is, nekem nagyon. Én? Tudom, hogy szereted az édes tényleg. Más, más, mert... Alját, Tomikám, az alját, úgy, mert látod, már kezd sűrűsödni. És hamar kész lesz ez. Most már nagyon hamar. Aha. Nem baj, te szereted az édes íz. Nekem ez nem nagyon édes. Csináltam madárfejét, és nem tettem bele cukrot, csak a habjába egy kicsit kérdezem. Megbírta menni. Aha. Most ez egy kicsit tetsz. Madárkes minden irányba, mert az aljára le fog égni. Aha. Aha. Hát ez nem kell sok minden, igaz? Nem. Egy kis tej, egy kis gríz, egy kis cukor, és kér. Szerintem a gríz az már megfelelős. Kakaó cukor, igen, ez jön majd a szórásra, és akkor meg. Na, alakul szépen, sűrűsödik, na már por is, aha, aha. Most egy kellett őszem. Jújúj, az le fog alul égni, kicsit lenne fettem. Jó. Mert aztán most is csak megengedett, hogy nehogy lesz. Úgy egy kicsit fel helyettet csinálom, aztán visszaadom, jó? Igen. Úgy egy kicsit kitornázom a kezdet, úgy. Aha, aha, aha. Jó lesz, ez sűrűsödik, szépen. Aha. Szép. Látod, mint a vulkán olyan. Bárban. A buborékokat fel. Úgy, úgy. Na, hát ez nagyon jó. Tessék, nincs leégve, úgyhogy lehet szépen és forró, hogy most kicsit elkül a tejecske, és akkor már önt egy kis kettébe. Köszönöm.
közepértés, úgy, hogy nehogy lerakadjon. Azért kicsit lennebb vettem, hogy mondom, nehogy, mert ha nagyon erős alatt a bűz, akkor képes, igen, leragad a cukor, ami benne van, tudod? Tudom. De szép lehet, de jó. Aha. Igen. Hú, és most már egészen sűrű. Aha. Lehet, hogy jó is. Akarod sűrűbbre, vagy jó lesz kb. Így? Nézd csak meg. Én csak nem tudom. Nézd meg, várjál. Ilyen. Tehát szeretnéd, de hogy egy kicsit még mehet sűrűbbre, jó? Egy kicsit, igen, igen. De az sem jó, ha olyan, hogy megáll rajta a macska. Igaz? Ez a gyönyörű május és ilyen időjárás. Mondjuk az eső az kell, az nem baj, hogy esik. Hm? Na? Húha! Ilyen sűrűnek jól látod? Jó. Jó lesz, nem kell sűrű? Képen már. Oké, jó. Tehát akkor, ó, bizony, besűrűsödött rendesre. Aha, teljesen jó. Le is fotózhatod, hogy kész. Aha, készen van a tejbegrín. Jó. Akkor jöhet. Uh-huh. Tagod csak meg, milyen jó illata van? Na, ugye? Na, akkor úgy csináljuk, bocsánat, hogy ketté öntjük, jó? Húha, ezt meg kell fogni valami rongyal, mert vagy egy papírra süt. Én nem szeretném elejteni, mert akkor baj lesz. Tehát ketté öntjük, várjál, ami nem kell, azt innen tegyük el, így. Akkor szépen. Na, jó lesz így? Egy? Igen. Megy egy. Látod, jó kitaláltam én, hogy kettővel megy ez szépen. Még ebbe teszünk egy kicsit, úgyhogy egyformán legyen. Nem így. Jó lesz így? Bocsánat, de ez... Jó, jó. Nem haragszol, hogy én kapirgázom? Nem, ma. Nem is eszem én. Persze, bocsánatot kérek. Mamba. Félek ettől a fogásától, mert forró. Forró, az a legnagyobb baja, igen. Hát, hogyha itt lenne, figyelj, ha lenne rendes merőkanál, akkor ki lehetett volna meregetni szépen ügyesen. Mamba. Na, és akkor most megcsináljuk a cukrot, a kakaót, meg a másikat, elkeverjük valamibe. Azt ki is húzhatok, Tomikám, úgy, hogy áramtalanítsuk, jó, úgy, nagyszerű. Megkóstolod el valami kis kanállal. Veszünk elő kis kanalat, mert a nagy kanalat kellék a kavaráshoz. Mert ilyen van az itt kis kanalat. Ilyet egyébként az egyik jó, jó, és akkor, de van, várjál, van egy rendes kanálat, nézd el, vacakoljunk már úgy. És akkor kóstold meg szépen, nézd csak meg, még van annyi benne. Jó? Hogy milyen ízű, hogy tetszik-e. Jó ízű? Na, akkor jó. Akkor már nincsen más hátra, csak a tetejére kell, hogy jöjjön. Köszönöm. Jó, úgy nyugodtam. Ez is megforszolom már én is. Nekem édes. Nekem édes, de nem tudom. Jó, de ugye szereted, szereted. Más az ízlésem, igen, de te szereted az édes ízt. Jó. Figyelj, csak egy rendes bögrébet, Tomikám, egy tiszta bögrébet. Úgy. Majd megszedom a gyöngyöket is. Szépen. Hát mennyi? Egy-egy evőkanál cukor elég lesz rá? Elég. Szerintem bőven. És akkor így kettő evőkanál cukrot ide beleteszel. Jó. Az úgy tökéletesen jó. Igen, mert még nem majd hozzá kakaó is. Ennyi? Még egy evőkanállal, tehát egyet-egyet, úgy számoljuk, hogy egy-egy. Jó, igen. Oké, a cukrot akkor így már hagyjuk is.
megtörölgetem, hogy nem, a kakaó ne menjen bele, és ebből egy evőkanál. Hogy milyen feketére szereted? Mehet egy evőkanál? Vagy kevesebb? Na? Jó. Az sok lesz, az nagyon fekete lesz. Még lehet úgy is. Na, úgy jó. De úgy ilyen jó csokis lesz. Kevesd össze szépen, úgy. Nem azért, hogy ellentem, hanem hogy nehogy aztán úgy kakaó legyen, de nem baj az volt. Igen. Jó. És akkor ezt látod, most már rá lehet majd szórogatni. Szépen megfogod és rászórogatod. Úgy. Ha. Még mehet rá, ahol, nem, ahol nincsen. Úgy. Aha. Úgy bizony. Jó. És mehet akkor a másikra is. Jó. Nem baj. Úgy. Aha. Még oda a sarokba. Úgy. Jó, van még. Na, jó, és ezt meg ide valahova leforgatod ezt is. Na, hát ez jó kakaós lesz. Úgy is van. Úgy. Úgy, aha. Na, kiszórjuk, vagy kikapírja oda inkább, ahol nincsen, így jó lesz? Jó. Na, kész. Tetszik? Aha. Jó. Na, jó. Akkor ezek ide most.